Idén ünnepeltük októberben Ferdinándi György, a Kisprózza nagymesterének 80. születésnapját a Magyar Író Szövetség klubtermében. Ebből az alkalomból elhangzott laudációk szerkesztett változatát közöljük a Magyar Napló novemberi számában, méghozzá Olá János, a Magyar Napló főszerkesztője, Szentmártoni János, a Magyar Író Szövetség elnöke és Csender Levente prózaíró tollából. Ezek nagyon személyes hangvételű köszöntők és méltó megemlékezések, köszöntések Ferdinándi György 80. születésnapját illetően. Ferdinándi György jegyzetekkel is szerepel a Magyar Naplóban, amelyek közül a legérdekesebb a Képünk a nyugati sajtóban címet viseli, és arról szól az újabbkori népvándorlás kapcsán közepette, hogy egyes nyugati médiumok sokkal fontosabbnak tartják azt, hogy bizonyítékokat találjanak Magyarország negatív megítélésére, mintsem, hogy a tényeket követve mutassák be és ábrázolják a folyamatokat, a történéseket. Az 1956-os forradalomra emlékezve közöljük Ircsik Vilmosnak a Szökevények című kitűnő novelláját, amely egy óvodai szökésről szól, illetve arról, hogy mi átszódik le egy gyermek fejében, lelkében, annak ismeretében, hogy az édesapja évek óta börtönben ül a demokratikus államrend megdöntésére irányuló összeesküvés miatt. Hosszú ideje először ismét novellával jelentkezik lapszámunkban Csender Levente, az új novellája Villa Nirvana címet viseli, és egy olyan témát dolgoz föl benne, amelyet már sokszor megírt, csak most új aspektusból méghozzá, az édesanya történetét, aki képtelen tartósan elhagyni erdélyi szülőföldjét, és akit végül az iszákos fia elveszejt.